Szeptember 23-án a projektmenedzsment tantárgy keretében dr. Szabó Lajos tartott habilitációs előadást. A hallgatóság megismerhette a karbantartási projektek irányítását, a projektmenedzsment szervezetet, valamint a projektek sikerességének kulcsát. Dr. Szabó Lajos PhD fokozatát a kémiai tudományok területén szerezte meg. Az egyetemi magántanári képesítés megszerzéséhez szeptember 23-án a projektmenedzsment tantárgy keretében karbantartási projektek szervezése és irányítása címmel tartott előadást. Ezt követően Interkulturelles Management, Empirische Forschungen Ungarn Deutschland címmel tartott német nyelvű tudományos előadását hallgathattuk meg. Az érdeklődő hallgatóság megismerhette a karbantartási projektek irányítását, a projektmenedzsment szervezetet, valamint a projekt sikerét és rövid értékelését is. A habilitációs bizottság ülését követően pedig a kíváncsi érdeklődők a német nyelvű tudományos előadás során a németországi kutatásoknál alkalmazott SMILE projektet, illetve Imagine projektet ismerhették meg Szabó Lajos tanár úr prezentálásában. Rövid tanácskozás után a habilitációs bizottság meghozta döntését. Dr. Szabó Lajos sikeresen zárta az eljárás vonatkozó szakaszát, ezután az egyetemi habilitációs bizottság előtt kell majd bizonyítania alkalmasságát. Ehhez sok sikert kívánunk tanár úrnak!